A Tűzcsiholói címmel látványos utcaszínházi műsorral emlékezik Székesfehérvár az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulójára október 23-án hétfőn 16 órakor a belvárosban. A műsorban közel 160-an közreműködnek. Ez az egyedülálló Flex Art produkció is része az október 23-ai utcaszínházi műsornak. A tavalyihoz hasonlóan ismét látványban és zenei élményben gazdag programmal hívják a belvárosba a fehérváriakat. A 61 évvel ezelőtti történések dramaturgiájára építve zajlik idén is az előadás, ez alkalommal közel 160 résztvevővel. Az utcaszínházi produkciót idén is Matúz János rendezi. Remélem, hogy egy kicsit filmszerűbb lesz, vagy még filmszerűbb lesz, mint amilyen tavaly volt. Ugye ez a fiatalok forradalma, ezt polgármester is elmondta, és ők már egy elég erős képi vizualitáson felnőtt generáció. Nekik szeretnénk egy igazán látványos és izgalmas előadást bemutatni, egyrészt. Másrészt pedig szeretnénk tiszteletet, főt hajtani mindazok előtt, akik ezelőtt 60 évvel véghez vitték ezt a csodát, amit itt 23-án bemutatunk. Nagyjából olyan 120-160 fő közötti fellépővel számolunk a 23-ai eseményen. Szinte az összes fehérvári középiskola benne van, és általános iskolások közül is, például a Kossuth általános iskola teljes osztálya jön. Gyakorlatilag gőzerővel folynak tőle, függetlenül is az egyes részpróbák az egyes iskolai közösségekben. Nagyon fontosnak érzem, üzenet értékűnek érzem, hogy sikerült megnyernem DNS Ottót az idei szövegkönyvben társalkotói módon. A szövegkönyv elejéhez és végéhez ez hozzáfűzött egy-egy intelmet, amit ő maga föl is mondott, és el fog hangzani bejátszásban az előadáson. Fontos továbbá az, hogy élő zene, minőségi élő zene is fölhangzik az utcaképek egyikében. A forradalmi képekben Bach démotokkáta és fugáját Fehérvár kiállítja egy Szarka Andreával élő orgona kísérettel, valamint Cserta Balázsal, ők ketten fogják együtt a Bach démotokkáta és fuga témáját a harci képek alá játszani. Ez mindenképpen szerintem egy különlegesség, hogy van egy városban egy olyan ember, aki ilyen szinten orgonál, és van egy olyan szintű zenész, mint Cserta Balázs, aki ennek ehhez még hozzáfűzni valója is van. De szerintem valószínűleg a legérdekesebb és izgalmasabb pillanata ennek az előadásnak, a legmaradandóbb pillanata az az lesz, amikor a
a Flex Art együttes színpadra lép, nevezetesen a Váci Szakképzőiskola hegesztő osztályával egy hónapja Rovó Tamás koreográfus segítségével rendszeresen kijárunk, és az ifjak rozsdamentes acéllemezeket fognak flex korongukkal flexelni, és ott tüzet fognak csiholni, tűzszikrákat fognak csiholni az előadás fináléjában. Ez valószínűleg zenére történő közös mozgással ilyen, azt hiszem, hogy még nem történt. Nem itt, máshol sem. Ez mindenképpen egy különleges pontja lesz a finálénak. Megint jön Csepel, mert Csepelt a Horótól nélkül nincs 56, és hogyan tavaly megidéztük a fehérvári arcképcsarnokból Keszei Istvánt és Gump József öntőt, úgy megidézzük most Bokor József újságíró főszerkesztőt és Versegi Jenő Béla Lakatost. Gump József tavaly és Versegi Jenő Béla azon fiatalok közé tartozik, akik életüket vesztették a fehérvári sortűzben, és nagyon fontosnak érzem, hogy legyen hozzá az ő történetük, az legyen személyes kötődésünk úgy, hogy látjuk őket ezeken a közös ünnepi alkalmakkor létrejönni, megvalósulni, fölhúsozódni, és hát gyászolni is fogunk, hiszen ugye a Csepel Teherautó platóján szegény Versegénő Béla, aki Detresoma végző Széchenyi István gimnázium, Széchenyi István szakközépiskolásra tanuló alakít, ő el fog vérezni. Úgyhogy egy nagyon sodró, nagyon különleges hangulatok között útjait kereső, nagyon vizuális és nagyon sodró lendületű előadást próbálunk most ebben a pillanatban, mi 160-an. Elhangzott, hogy 3,5 hónapot vett igénybe a felkészülés. Hogy kell elképzelni, hiszen itt ugye, ahogy említetted, sok iskola résztvevő van. Milyen háttérmunkák voltak? Hát ez most már egy nagy mátrix. Ez azt jelenti, hogy amit tudunk, előre dolgozunk Cserta Balázsa, Rovó Tamással, ugye a Megadance teljes tánccsoportja is részt vesz ebben a programban. Előkészülünk mindenre, a szeptember iskola kezd, és akkor szeptemberben összerakjuk magát a produkciót, szétbontjuk iskolai szintű együttműködésre, és van, amikor ki tudjuk adni teljesen tőlünk függetlenül iskolai próbákra az egyes részeket, akik ő gyakorlatilag beiktatják az ő felkészülési rendjükbe, és ilyeneken csak körbe kell járni, és meg kell néznem, hogy ki hol tart, és ilyenkor a főpróba héten gyakorlatilag összerántjuk, egyberántjuk az egész produkciót, és akkor én magam is meg szoktam lepődni, hogy úristen, mekkora dolog az itt a belvárosban, milyen sokan vannak, és milyen jól teszi a dolgát mindenki. Én azt gondolom, hogy és azt muszáj megemlítenem még, ha már Rovó Tamás és Cserta Balázs megemlítettem, hogy az idei egyik meglepetés az szerintem mindenképpen a Ferenc Nagy Bogi lesz. Ez most a harmadik közös munkám a Bogival, de eddig én őt dalszerzőként és énekesként foglalkoztattam, kértem föl. Idén gyakorlatilag ő fogja azt a naív újságírónőt ábrázolni, aki a sematizmus korából egyetlen egy huszáros vágtával átlép a forradalmi öntudat másik oldalára, és a Bogi egészen éretten és kiválóan alakítja ezt a fiatal lányt, úgyhogy szerintem az ő személyes színészi munkája az meggyőzően fogja elénk tárni Bokor Rózsa életét. Ismét megjelennek majd a kor szellemét idéző Csepel járművek, és megidézik Versegi Jenő Béla Lakatost és Bokor Rózsa újságíró főszerkesztőt is. Megírod? Az eltűnteket? Pernélkül kiteletíteteket megírod? A halálra kínzottak nevét világá ordított, hogy felébredjen a világ? Hol végződik a józan belátás? Mi a hatás? És azon túl mi kezdődik? Én? Bokor Rózsa, újságíró. Én már szavakat sem találok. Az dehogy is nem. Itt tolulnak a torkomban. Vagy kiordítom őket, vagy megfulladok. A főszerepre idén Ferenci Nagy Boglárkát kérte fel a rendező. Nagyon szívesen alakítom idén Bokor Rózsát ebben a darabban.
Igaziból mondható az belső indítatásnak is, mert tavaly is már szerepeltem a műsorban, és családi szálakon is nagyon sok minden, nagyon sok emlék és esemény fűződik az 56-os forradalomhoz, ezért egy kicsit kötelességemnek és missziómnak is érzem ez irányban működni és tenni az érdekében, hogy ez fennmaradjon. Bokó Rózsa egy ifjú újságíró, fehérvári, tényleg egy valós szereplője a fehérvári 56-os eseményeknek. Őt fogom most ugye megalkotni színpadon. És hát egy nagyon érdekes karakter, egy eredetileg hithű újságíró, aki gyakorlatilag belátást nyer a rendszer mélyebb bugyraiba, és látható majd az ő lelki fejlődése és átalakulása is, rádöbbenése a színpadon, úgyhogy egy elég érdekes karakter, elég összetett, remélem, hogy majd sikerül átadni. Hallottuk, hogy azért ez egy 3,5 hónapos felkészülést igényelt. Részedről mennyire volt nehéz ennek a szerepnek az elsajátítása? Hát ilyen értelemben talán nem is nehéznek mondanám, de mindenképpen egy lelki munka, vagy nem is azt mondom, hogy megterhelés, de egy folyamat, amíg egy ilyen karakter megszületik az emberben. Hát ugye a szövegkönyvet ezt már régóta ismerem és lapozgatom, és az alapján próbáltam egy kicsit kiszűrni, hogy ez a karakter milyen is lehet. Hát egy élmény végül is dolgozni vele. Sokkal inkább be kellene vonni az embereket ezekbe a megemlékezésekbe, ünnepségekbe. Cserpalkovics András polgármester a jubileumi rendezvény kapcsán arról beszélt, fontos, hogy a városlakók is részesei lehessenek egy-egy ilyen ünnepségnek. Ezekre a rendezvényekre azokon túl, akiknek amúgy is egyébként mondjuk úgy, hogy hivatalból meg kellett jelenni, mások nem nagyon jöttek el. Márpedig nem az a célunk, hogy ezekre a sorsfordító történelmi eseményekre úgymond magunk emlékezzünk, hanem azzal tiszteljük meg, azt gondolom, hogy elődeinket, akik a szabadságunkért küzdő hősök voltak, hogyha minél több ember vesz részt ezeken a megemlékezéseken, és ami nagyon fontos, hogy minél több fiatalt tudunk megszólítani. Ugye évekkel ezelőtt március 15-ével indult ez a mondjuk úgy, hogy kezdeményezés, közösen a Vörösmarty Színház művészeivel, Matúzi János irányítása mellett, és azt tapasztaltuk, hogy már az első évben is sokkal, de sokkal többen jöntek el. Az előtte megszokott 100-150 emberhez képest több ezer ember jelent meg, és azóta is ez minden március 15-én szinte az időjárástól függetlenül így történik. És tavaly egy kerek évfordulójához érkezve 1956-os forradalomra történő emlékezésnek úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ezt október 23-ával is megtennénk, különösen azért, hiszen ez a fiatalok forradalma volt, ez a diákok, a fiatal munkások forradalma volt. Őket bevonni az nem csak lehetőség, hanem ahogy mondani szokták, kötelességünk, mert ezzel adózunk igazán elődeink, hőseink emlékének, hogyha fiatalokat be tudunk vonni, és azt hiszem, hogy ez tavaly nagy sikert aratott, mert nagyon sokan voltak az október 23-ai megemlékezésen, és biztos vagyok abban, hogy most is így lesz, úgyhogy október 23-án 16 órától várjuk az emlékezni kívánókat Székesfehérvár belvárosában. Nagyon tehetséges fiatalokkal lehet majd egy különleges előadásban találkozni, ahol azt gondolom, hogy méltó módon emlékezhetünk elődeinkre, akik nélkül ma itt nem érhetnénk szabadon. Utána 17 órakor Bazilika oldalán az emlékkeresztnél lesz a hivatalos megemlékezés, 18 órakor pedig a gála műsor, mind emlékező műsor a Vörösmarty Színházban. Mindenhol nagy tisztelettel és szeretettel várjuk a fehérváriakat, nem elfelejtve, hogy csatát nyerhettek azok, akik leverték a forradalmat gyalázatos módon, külföldi segítséget hívva, de a háborút nem nyerhetik meg, a háborút akkor nem fogják megnyerni, hogyha a fiatalokkal közösen emlékezünk az igazi hősökre, akiknek is köszönhetjük azt, hogy ma itt szabadon tehetjük mindezt meg. Szerencsére az elmúlt időszakban csodálatosan megújult a bazilika külső homlokzata, tetőszerkezete, megújult az emlékkereszt is, ami azt gondolom egy méltó emlékhelye az 1956-os forradalomra történő emlékezéseknek, de pontosan tudjuk, hogy az emlékkereszt alatt volt egy emléktábla a több darabból állván, ahol az áldozatok, a fehérvári kötődési áldozatok nevei szerepeltek, és joggal sokan kérdezték, hogy ez mikor kerül visszahelyezésre. Természetesen ez meg fog történni. Az egyházmegyével való megállapodás alapján egy emléktáblán lesznek a nevek megjelenítve. Ezek az emléktáblához kapcsolódó döntések megszülettek, és úgy gondoltuk,
hogy ezt az 1956-os forradalomhoz, illetve annak leverése után egy fehérvári eseményhez lehetne talán a legméltóbb módon kötni, ez pedig a asszonytüntetés felvonulás itt Székesfehérváron is, ami azt gondolom, hogy egy különleges időpont, és alkalmas arra, hogy emlékezzünk azokra a hősökre, akik életüket adták a mi szabadságunkért is. Úgyhogy ebben az évben, december elején ennek az emléktáblának a méltó megjelenítésevel a visszahelyezése meg fog történni Bazilikában az emlékkereszt alá. A műsorban közreműködnek a Vörös Marti Színház és a Szabad Színház művészei, a Város Egyesített Vegyeskara, a Megadance Tánc Stúdió növendékei, valamint Székesfehérvár általános és középiskolás diákjai. A zenéről Cserta Balázs és Szakra Andrea gondoskodnak, a produkció koreográfusa pedig Rovó Tamás.